Covid, háború, infláció és éghajlatváltozás. Jelenségek, amik a nemzetközi politikában megfigyelhető felszíni fragmentáltság mögött igenis egyesítik a globális állatfont pásztorkáit. Are you on the US or the Chinese side? Because now progressively a lot of people would like to see there are two orders in this world. This is a huge mistake. Even for both the US and China. We need a single global order. A globális gazdaság szervezéséhez szükséges konfliktusok kirobbantása érdekében szükséges az érintett lakosságot a fragmentált világ illúziója alatt tartani. Pár szövevényesnek tűnhet ennek megvalósítása, főleg ha most találkozol először a gondolattal, a témával, de központi bankokon, gigantikus befektetési vállalatokon, nemzetközi pénzintézeteken és politikai irányelveken keresztül lehetséges a globális gazdaság koordinálása egy adott irányba. A társadalom szervezéshez pedig léteznek folyamatosan tesztelés alatt álló modellek az adott kultúráknak megfelelően. Ha tetszik a tartalom, ne felejtsd el továbbadni, és ne felejtsd el látogatni a skeptikuskerekasztal.com weboldalt, és iratkozz fel az ingyenes hírlevélre, ha már ott jársz, és megkapod a legfrissebb, legújabb tartalmakat. Minden héten friss, új tartalom érkezik a weboldalra. Indonézia modernizációja a 60-as évektől, a Suharto-féle új rend, a New Order megjelenése, és az azt követő próbálkozások a 21. század technokratikus irányításának érdekes kísérleteit nyújtotta át adományul az emberiség számára. Más ázsiai országokkal egyetemben olyan modellt szolgáltat, ahol a politikusok helyébe technokraták lépnek a politikai döntéshozói posztokon, és elnyomó katonai rendszerrel kormányoznak, mondhatjuk, hogy kevésbé burkolt módon, mint mondjuk itt nyugaton. Ami felénk összeesküvés elmélet szintjén lebeg a köztudatban, és a gondolat egyelőre csak nevetségtárgyat képezi, sokak részéről, az ott nyílt és diadalmas. De az nevet, aki utoljára nevet, tartja a mondás. What we have to confront is a deep, systemic and structural restructuring of our world. Több évtizedes állami propaganda, dinasztiális gondolkodás, katonai diktatúra, teokrácia, technokrácia és az erős vezetés magas támogatottsága a közvéleményben mind jelen vannak Indonéziában, és mindezt a pozitív, liberális, demokratikus, publikus image csomagolásában. Indonézia elmélyülő kapcsolata az Egyesült Államokkal teljesen érthető és iránymutató a jövő társadalom szervezési formáinak vizsgálatát illetően. Most következő felvételen szónokló eszelős, egy ilyen rendszer terméke hát, és az idei G20 csúcs találkozó részeként megtartott B20-on egy következő pandémiáról hápogott. Csak nem tud valamit. So let's have a digital health certificate acknowledged by WHO if you have been vaccinated or tested properly, then you can move around. So for the next pandemic, instead of stopping the movement of the people 100%, which clogged the economy globally, you know, you can still provide some movement of the people. Indonesia has achieved, G20 country has agreed to have this digital certificate using WHO standard, and we will submit into the next World Health Assembly in Geneva as the revision to international health regulation. So hopefully for the next pandemic, we can still see some movement of the people, some movement of the goods, and movement of the economy. A pandémia kifizetődő az elnyomó hatalmi ambíciók számára, és teljesen érthető, hogy egy újabb lehetőségről nem fognak önként lemondani az illetékesek. A G20-ok nyilatkozatban megerősítették, hogy támogatják a WHO által szabványosított globális oltási útleveleket és a digitális egészségügyi személyazonossági rendszert. Egyszerűen nem tudnak leakadni a témáról. Miért is hagynának elúszni egy ilyen kapitális harcsát? A digitális személyazonosság és a CBDC a digitális panoptikon elengedhetetlen eszközei ugyanis. De a G20 vezetők nyilatkozatban a leghatározottabban elítélik Oroszország Ukrajnával szembeni agresszióját is. Klaus Schwab idei B20 beszédében továbbra is diktátoroktól kölcsönzött verbális dinamikájával nagy narratívájára propagálta, és természetesen a negyedik ipari forradalom hatásait. What we have to confront
is a deep, systemic and structural restructuring of our world. And this will take some time. And the world will look differently after we have gone through this transition process. The energy transition which we need, and where Indonesia is playing a very important role. Second, the reshaping of our supply chains, where Indonesia can play a very important role. If you restructure an economy, the result is a reduction of income, of disposable income, which can lead to extensive social tensions, which we see in our world developing. Now, how do we deal with this transition, which may last for several years? Not just applying crisis management, not just reacting, but constructing the future with a purpose. We should use this transition time with a clear concept of what we want to achieve, how we want to come out of this transition time. We want to come out as a more sustainable, more resilient, and more inclusive world. When I wrote the book about the fourth industrial revolution and conceptualized the idea of this revolution, I described 23 technologies. And at that time, only 5 years ago, many of those technologies were considered science fiction. Today, they all have become realities, and new technologies we have to deal with. Quantum technology, the metaverse, and technology will change completely what we are doing at this present time. And not only what we are doing, and that's another change, it will change and it will have an impact on even who we are. Just look how even the internet has changed to a certain extent our identities over the last 20 years. How you can use the metaverse in order to create much deeper and much more extensive and comprehensive global dialogues. In our world of today, it's not anymore so much the big fish who eats the small fish, but it is the fast fish who eats the slow fish. And in order to be a fast fish and a big fish, hopefully, like Indonesia, you have to have two co-pilots, business and governments. Tehát nem a nagy hal eszi meg a kis halat, hanem a gyors hal eszi meg a lassú halat, vagy a nagy hal eszi meg a lassú halat, aminek két másodpilótára is szüksége van. Nem tudom, mit szed Klaus, de biztos, hogy nagyon erős lehet. Talán 84 évesen vissza kéne vonni. Na mindegy. Nézzük meg Indonézia csodálatos technokráciáját. Ez az üzenet. Ők a következő példa, szóval változunk a digitális minden irányába, és metaverzum kapitalizmus az egyik fontos trend, amiről én már több ízben beszámoltam korábbi videókban. Színház az egész világ, de ez a politikára különösen igaz. Everything we discuss and leaked to the paper, that's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was conducted. 如果有诚心，咱们就用互相尊重的态度来进行很好的沟通。If there is, 否则这个结果就不好说了。 If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. 创造条件。 Let's create the conditions first. 好。好。
teljesen természetes és magától értetődő, hogy a teljesen véletlenül, tökéletesen pozícionált kamera előtt megbeszélik kényes ügyeiket a politikusok. Egyáltalán nem arról van szó, hogy mindkét politikus image romlik, népszerűségük gyengül, és szükség van az arculat frissítésére. Nézzétek, mindketten jól megmondtuk a magunkét. Az erőskező szí nyilvánosan odapörkölt a zöldfülűnek, az őszinte zöldfülű pedig balliberális elveihez híven megvédte a nyílt párbeszéd fontosságát. Ő nem rejteget semmit, nyílt lapokkal játszik, ezért szeretik választói tudnélek. Egyáltalán nem meglepő, ismerve a Trudeau család több generációs szoros kapcsolatát a modern világ kommunistáival. De ne aggódjunk, minden rendben lesz, hiszen a nagyfiúk gondoskodnak rólunk. Hello, Vladimir. It's Rishi and Justin. I really wanted you to hear from us as friends. We absolutely know how difficult yesterday was. It was horrific for you and your country, and we have called it out in the session that we've just had and on the media here this morning, and we made that point loud and clear to everyone who was here that what your country had to live through yesterday was unacceptable and represented yet more barbarity from the Russians. We stood united in condemning it. Rishi and I really wanted to reach out to reassure you, to show you we're standing with you, and to say we're gonna figure out this step by step all together. Thank you, Vladimir. Talk to you soon. Don't worry. Számomra mindig megdöbbentő olvasni közgazdászoktól Kína várható dominanciájáról, a kínai gazdaság szuperioritásáról, a nagyszerű eredményeikről. Egyesek úgy beszélnek az elnyomó kommunista Kínáról, ahol totális megfigyelés, cenzúra, társadalmi kreditrendszer és a mai napig drákói COVID-intézkedések uralkodnak, mintha követendő példa lennének. Bármilyen tekintetben is. És a közgazdaság szempontjából egyébként valóban úgy néz ki, hogy Kína az egyike azon társadalomszervezési kísérleteknek, amelyek mintául szolgálnak a nyugat számára. De ez nem azt jelenti, hogy Kína a világ egyik legnagyobb gazdasága, független központi bankok és nemzetközi pénzintézetek befektetők érdekhálózatainak világkormányzásától. Források szerint a BRICS még több államot kebelez be, és a keletfejlesztési bankjai még több gazdaságot vonnak központi irányítás alá. Ez számít. Számít bármit is, hogy Oroszország, Kína vagy az EU bocsátja ki a digitális igazolást, vagy a digitális valutát, számít, hogy milyen közigazgatás alá tartozunk, hogy a felszínen melyik vezetésre tudjuk rákiabálni, hogy ők a probléma forrása, miközben teljesen egyértelmű, hogy mind egy követ fújnak, mind hatalomittas mafiózók, akik ugyanabban a disztópikus karámba terelik a nyájat. Amerika dominanciájának vége 2030-ra egy maroknyi globális hatalom lesz, jósolta a Világgazdasági Fórum 2016-ban. Tehát vitathatóan nemzetállamok helyett regionális egységek keletkeznek. Ahogy az Európai Uniót létrehozták az Amerikai Egyesült Államok mintájára, a jelek szerint úgy egyesül Ázsia gazdaságilag és politikailag. Nem azért, mert szeretik egymást, nem azért, mert a lakosság úgy szeretné, hogy így legyen, hanem azért, mert a központi bankárok is nemzetközi pénzügyi érdekek mind megegyeznek abban, hogy a digitális jövő elkerülhetetlen, és ehhez pontos globális koordinációra van szükség a pénzügyekben. A globalizációs folyamatok következő lépése, amit új világrendnek vagy nagy tőkés érdekhálózatok világkormányzásának is neveznek. Ezt jelenti a multilateralizmus és fragmentált világ dogmája. Számunkra, a táncikáló publikum számára a dal ugyanaz, csak más a ritmus és a hangszerelés. Még több, még erőteljesebb központi irányítás a fogyasztásnak és a termelésnek. These are difficult times for people everywhere. And we're all seeking new ways to tackle the challenges before us. From COVID, to conflict, to inflation, to climate change. Inclusive finance offers new opportunities to build resilience, weather shocks, and invest in a more prosperous future. Over the last decade, a quarter of the world's adult population has gained access to financial services. Today, 76% of adults globally are now financially included. In my work as a UN Secretary General Special Advocate, I have seen the remarkable difference that inclusive digital infrastructure
in concert with digital financial services, make for people and small businesses. We also need continued commitment to put in place a digital financial infrastructure that is inclusive, safe, and equitable. Kulcsszó a befogadás. Mindenkit be kell vonni a digitális gazdaságba, mindenkinek léteznie kell az új rendszerben. Ez az, ami számít, mert ez az, amiben mind megegyeznek. Ha tetszett a felvétel, ne felejtsd el továbbadni az üzenetet, úgy gondolom, hogy fontos információk hangzanak el ezen a csatornán, és ha még nem vagy feliratkozva, bármilyen platformon is nézed most ezt a videót, akkor kérlek, hogy tedd meg, iratkozz fel a Szkeptikus Kerekasztalra, illetve látogasd a skeptikuskerekasztal.com weboldalt, és ott iratkozz fel a hírlevélre. Teljesen ingyenes szolgáltatás, és egyenesen a leveles ládádba érkeznek a legújabb, legfrissebb tartalmak. A legközelebbi viszontlátásig pedig vigyázzatok magatokra, és sikeres tájékozódást kívánok. Sziasztok!